mint ha nem a régi volt. Hova lesz, mint a mindig sohár régi lát, az a régi égi lát, amivel beléltél, s megszerettelem. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, régi ház, a bizonyos égi ház. Tőlem kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mit élegyek most nélkülem? Hová megyek? Amit egy vidéki színész rendezett, aki addig filmet életében soha, ez én voltam. Aztán, hogy nem, ez a film képviselte Magyarországot 93-ban az Oscar-díjért folytatott küzdelemben. Az Oscar-díjat nem nyertük meg, viszont a közönség, a magyar közönség szeretetét megnyertük a filmmel, mert akkor még nem is volt ugye Pláza mozi, és mégis 250 ezer nézője volt. Az olyan, mintha most 1,5 millió lett volna. A film után pedig 10 évvel született egy musical, a csodálatos Dés László volt a zeneszerző, a könyvet mi írtuk, és most csak a végeredményt mondom, itt vagyunk Abaújszántól, egy csodálatos, lelkes amatőr csapattal, Spisák István rendezésében, szeretnénk önöknek átnyújtani, és külön megköszönöm, hogyha tovább nem vakuznak, mert az rendkívül módon zavarja. Nekem még ezt a dalt is nehéz volt így elénekelnem vakuzás közben. Inkább a végén itt maradunk fotózni, hogyha ha kell, jó? Ne vakuzzanak. Adják át magukat ennek a darabnak, amihez nagyon jó szórakozást kívánok. Figyelem, figyelem! Fogadok a helyükre. Starthoz. Indul a 8. óta. Vigyázz! 1, 2, start! Ébred a képzelet, megkapod, elnyered, várod a csillagot meg, veszed el, lopod, győzelet, áldozat, félelem is kárpozat, hát veszed át, adod szívedet, kottatod, asszonyod, ember.
a cél. Egy győzelem a sorban hány kudarcot ér. És lesz-e törvény vagy bíró, ki végül majd ítél. Képzelet megkapott elgyerek. Mert megszületni jó az élet énekel. De persze többre vágyom, mint amennyi kell. Csak egyre lassabb és rosszabb megúszunk ennyivel. Na fogadjuk, hogy elengednek, a nagybátyád vagyok, egy szavamba kerül. Bízzál bennem, apukám, bízzál bennem. Soha, hallod, Dezső? Soha nem engedem el Gyulával a gyereket. Ugyan már, anyukám, a bátyám, és csak három nap az egész. Azt akarod, hogy leugorjak a gangról? Megígért, hogy úgy vigyázzál, mint a szemek fényére. A Gyula vigyázni, hát saját magára se tud, soha nem is tudott. Rózsi, Rózsikám! Hagyjál békén! Emlékszel? 4 éves volt Imike. Kivitte az állatkertbe. Hol voltál, kisfiam? Az állatkertben. És mit láttál? Hogy kölybe-kölybe futottak a lovak, és húzták a szekelyeket meg a bácsikat, és akkor azt mondta a Gyuszi bács, hogy a kurva életbe! A saját nagybátyja kivitte a lóversenyre. Hát nem, soha többet nem engedem el Gyulával a gyereket. Jó van, de te mondod meg neki. Én tordai elvtárs. A gyűléseken tudsz beszélni? Az elvtársakkal tudsz beszélni? Csak itthon nem tudsz beszélni? Hát legyél már egyszer itthon is igazgató elvtárs! Melletted, anyukám? Jól van, majd megmondom neki én. Jaj, micsoda illatok, apukám! Jegyezd meg, kisapám, gyere! Ez nem szag, ez illat! A csókolom azt a tehetséges szakácsnői kezedet, Rózsikám! Gratulálok! Tényleg, miért nem vagy te a rojába főszakács? Tudjátok, hányszor ettem én már ott szart? Apukám, Dezsőkért, irigyellek! De ne úgy azt hitt, hogy az állásod miatt, meg az elvtársak miatt, még csak nem is a lakásod miatt. Az minden hülyének lehet. Hát te vagy az élő példa. A Rózsika miatt irigyellek, apukám, a Rózsika miatt. Én milyen hülye voltam, pedig majdnem engem választott, igazolj? Na, apukám, hova is megyünk? Hova megyünk volna? Hát új helyre, Gyuszi bácsi. És mit fogunk csinálni? Váfát árulunk. És még mit? A piacon fogunk váfát árulni. És hol fogunk lakni? A kastély szállóban. Erről van szó! Tess! Na. Tess! Jó. Szóval az a helyzet... Az a helyzet, kisfiam, hogy ezt az utazást, ezt a kicsit el kell halasztani. Na mit mondtam? Várjál, apukám, várjál. Még nem fújták volna. Ilyesmi. Aztán mi? Azért, mert... Kérdezd meg a Rózsit! Rózsika? Miért? Azért, mert nem engedem el veled a gyereket. Te miért? Mert megbízhatatlan vagy, Gyula.
Ugyan már, Rózsikám. Ha nem emlékszel, annak idején oszoltető, gödi fészek, kis emléktúrák, a sátorban mindenki mindenkivel. Majdnem mi is összejöttünk. Mi, Dezső? De végül őt választottuk, hogy csinálják. A muszáj, hogy repüljön az a madár. Hát ki kell néha engedni a kalickából. Hadd repüljön! Na, Rózsika, könyörgő. Jó, jó. Ez az. Na látod, apukám, erről van szó. De Gyula, minden felelősséget. Na nem, majd a Velszi hercegé. Bármi baj lesz, én esküszöm, leugrok a gangról. A városban nem lehet. Figyelj, fiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra. Ha meddig még kitart ez a jó idő, menj ki a szabadba. Menj ki a szabadba! A réten ott a vadvirág, az ágon egy madár énekel neked. Ilyen csoda a városban nem lehet. Figyelj, fiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra. Majd a réc, a domb, a jó idő, irány a hölgy, az erdő, a hegytető. Irány a réc, a domb, a jó idő, irány a hölgy, az erdő, a hegytető. Két végén egy jó kis séta kell. Két végén egy jó kis séta kell. Apa, anya, gyertek már! Hallod, elkésünk! Kisfiam, egy fogmosás sem maradjon ki! Tudom, tudom, reggel este! És az okni? Minden nap tiszta! Gatya! Anya! Jó, jó! Hallogjátok már, gyerekek, hát vigyáljuk a vonat! Várjál, Imikém, a cipő ki van kötőben! Ja, Istenem! Gyula, Gyula, itt van Imiké, egyen, retúr! Most minek? Mondtam, hogy majd én rendezem. Ezt meg a gyerekeim? Nem fogadhatom el. Na jó, csak azért, hogy megnyugodjatok. Tényleg csak azért. És szombaton már kapod is vissza. Ha ki vagy melegedve, ne így áll hidegvizet, és evés előtt most alaposan kezed. Gyula, a gyerek előtt semmi lovi. Az ügetőt felejtsd el. Ezt mondod nekem, öcsi, ha milyen nap van ma? Szerda, ugye? Ügető nap. És hogy hova megyek? A világ végére dolgozni a fiatokkal. Na, puszika nem vár a gyuszika. Na milyen jó? Füledre nagyon vigyázz. Hol van a vatta? Azt akarod, hogy megint felszívja? Jaj, Istenem. Gyula, mit ígértél? Mint az életemre, Rózsikám, mint az életemre. Jobban! Hát Imike még gyerek. Olyan férfit hozok nektek vissza, aki a jég hátán is megér. Nem kell, Gyula, nincs jég. Na, gyere már, Fütyű. Teső! Imike, a doxa 16 éves születésnapodra. Már 17, apa. Bravo. Vigyázz rá, a világ legértékesebb órája, svájci. Apukám, ez tényleg olyan értékes, olyan pontos, mint a halál. Na, szombaton 10-kor jövünk érted. Szervusztok. Szia. Baj lesz. Nyugodj meg, drága. Esküszöm, leugrok a gangról. Jaj, de sem mindig csak mondod. Tessék! Olyan vagy, mint a Gyula. Nektek nincs szívetek. Ja, és most már órám sincs. Na, kisapám, látod? Ha egyszer a nagybátyád megígér valamit? Megígérem neked, lesz minden. Kaja, fia, nő. Köszönöm, Gyuszi bácsi, köszönöm. Szívesen, apukám. A vonat megtelt,
ember, az is éppen elég feladat. Ha jobb helyeket lefoglalták, mindig vannak, akik ügyesek. A csomagokat telerakták, csak úgy pocognak az üvegek. Most minden, ami ég, víz a vasút, így szörög a kín, és ott az alagút. Elrohad a táj, ragyog az ég, szabadon a mozdulján, túl a fény. Most mégis ez a jó, sok utazó, megindul az összes városi lakó. Na végre mi is utazunk, mert előbb itt a vonatunk. Végre mi is utazunk, 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 mert erre pint a vonatunk, vonatunk, vonatunk. Egyszer csak meg áll, most meg mire vár, berobog a gyors, és ezt engedik is már. A vasúton sokan tevékre vár, mozdulj egyet rá, gurul a személy, egy kis kés és sosem már. Gyerünk utasok, mi van odakint, nézd rá, hogy megint, meglódul a mozdony, a pakker búcsút mint. Ó, vasutasok, egyszer oda ér, közeleg a cél. Na végre mi is utazunk, 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 mert erre mind a vonatunk, a vonatunk, vonatunk. Na végre mi is utazunk, utazunk, utazunk. Gyuszi bácsi! Mit akarsz a vészféktől? Hol a vészfék? Te látszik vészféket, apukám? Ja, ez a vészfék? Nyugalom! Nyugalom, elvtársak! Nyugalom! Pártértekezlek! Tordai elvtárs utasítása, hogy állítsam meg a vonatot, mert be kell lennünk a pártközpontba. Első a párt érdekeltások. Tudják ki üzené? A Torda, és tudják, hogy ki ő? A Tordai elvtárs fia. A kis Tordai. Bizonyám. Pártra néppel egy az utunk, a jelszavunk munka és még. Jó utat, elvtársam! Énekeljenek meg még egy kicsit hamis. Gyere apukám, és... Aj, Gyuszi bácsi, azt mondtad, új helyre megyünk. Na mi, ez nem új hely? De hát ez a lóversenypálya. Tényleg? Köszönöm, hogy figyelmeztettél, már nem szólsz, az életben nem jövök rá. Te kihoztál a lóversenypályára? Jó van, na. Anya haragudni fog. Szereted anyát? Igen. Ne mondd meg nekem. Ugye, tartoznak itt nekem. Értsd meg, rengeteg van behajtani való, nem játszani jöttünk. Tessék. Mondom, van egy csomó... Süket vagy? Nem kell neked ez a vattat, ne. Csókolom anyát. Gyuszi bácsi! Nézd, Nusika, Nusika! Találkozás egy régi szerelemmel. Mit szólsz? Látod? A Nusikán van mit fogni, csak úgy mondom. Ne olyan nőket keresgél, mint a deszka, mert azon csak vasalni lehet. Hol játsza? Boldi. Ez meg könyveket árul. Jókai Tolsztoj, fenekembe foszfor. Elfér, nem esszük meg a Nusikát. Nyugi. Na, kicsi. Pucus, gyere már, pucus! Na végre! Valami tipp? Persze, hogy van tipp. Mond! Második futam... Perzsalányi Jani. A hatos? De addig semmi, érted? Semmi! Nehogy megint erdőbe küldjél, nem küldesz erdőbe? Ne vicceljél már! Ez tuti tipp, úgy kaptam. Persze, trippel kaptál, nem tippottam.
miért izgatod föl magad? A lóverseny a szerencsejáték. Nem szerencsejáték, ahhoz ész kell. Akkor te hogy kerültél ide? Fogadok a helyükre. Startusz. Indul a második utat. A tudomány már megmondta a genetika, milyen az arány a termete és hogy mozdul a lába, hogy milyen a háta. Csak gyerekem gyávan! Ez tiszta tudomány, már minden lóról minden tudok, megvan a szabály, és kiszámítom, melyik lesz a győztes, hogy melyik a győztes. Most, hogyha többet veszek úgy, majd többet nyerek én, csak kölcsön veszek egy kicsi összeg a baráttól, a családtól, de biztos, hogy megadom majd, most végre megadom majd. Mert végre én is vastag leszek, mindenkire megfizetek, most az egyszer nála van a tudítékú. Mert mától fogva király leszek, számolom a kireteket, most az egyszer nála van a tudítékú. Most a vezet mindenkire megfizetek, most a részben állapodna tudni tudunk. De bátorod a király lesznek, számolom a tiketeket, most a részben állapodna tudni tudunk. Most, hogyha többre veszek úgy, majd többre nyerek én, csak kölcsön veszek egy kicsi összeg a baráttól, a családtól. De biztos, hogy megadom majd, most végre megadom majd. Figyelem, figyelem! A második futam befutói. 7-es, 2-es, 10-es. Csalók! Rohadt csalók! A Puzsos bácsi nem megmondta, hogy a harmadikig ne játsz semmi. Ugyan apukám, hát. De rohadt maffia! Mi az, hogy maffia? Ezt majd később magyarázom, mert erre most nincs idő. Ott a Gabi bácsi. Várj, gyere közel, gyere! Szevasz, Gabika! Szevasz! Jó vagy? Gabikám! Na, hoztad? Hozom. Adjál még 500-at, és akkor szombaton 1700-at adok vissza. Csókolom. Gyere, unokaöcsér, gyere. Színész lesz. Mondjál valami szép Adi verset Gabi bácsinak. Annyira szépen mond Adi. Megöl a disznó fejű nagyú. Még nálam is jobban mondja. Éreztem, megöl a hajom. Akkor legalább mutatkozz be, apukám. Torda Imre. Szűzkéz, Dobsza? Na ne, azt már nem. Az apjától kapta szüli napját. Kár, Jussi Kán, kár. Tényleg. 10 perce kölcsön adjuk a Gabi bácsinak, de csak 10 perc. Ne futják a futamot, há, hozzuk is vissza, 10 perc az egész. Kösz szépen, Gabi bácsi. Kösz. Csókolom a kezedet. Köszönöm szépen. Kösz. Na, vegyek el. Csak lesz. Fogadok a helyükre. Startusz. Indul a harmadik futam. A kasszához lóhoz, hogy megfordítsd az életed, de mindig győz a sors. Te ott maradsz, és mindig ez a vége. A fogadás vége. A bajtok kéze. A ritka alkohol. Már évek óta ezt remélem, ezt szeretném. Egyszer lehessek a győztes. Ne a sors győzöl! Hogy ne a sors győz! Most, hogyha többet teszek úgy, majd többet nyerek én, csak kölcsön veszek egy kicsit össze a baráttól, a családtól. De biztos, hogy megadom majd, most végre megadom majd. Mert végre is vastag leszek, mindenkinek megfizetek, most az egyszer nálam van a tuti tipu. Mert változóban király leszek, számolom a tigeteket, most az egyszer nálam van a tuti tipu. Mert végre is vastag leszek, mindenkinek megfizetek, most az egyszer nálam van a tuti tipu. Mert változóban király leszek, számolom a tigeteket, most az egyszer nálam van a tuti tipu. Többet teszek úgy, majd többet nyerek én, csak kölcsön veszek egy kicsi összeg a baráttól,
gyerek, most az egyszer nálam van a tutitip. Mert hátul fogva király leszek, számolom a tiketteket, most az egyszer nálam van a tutitip. Most, hogyha többet teszek úgy, majd többet nyerek én, csak kölcsön veszek egy kicsi összeg a barától, a családtól. De biztos, hogy megadom, és belőle lesz jutalom, mert rendesen fizetek, és nincsenek hitelek, mert végre, ma nálam van a tudítik végre, ma nálam van a tudítik bárul és csodál, mert mind a világ. Figyelem a harmadik hatos perzsalány tisztátalan ügetésért. Hallottad a diszkvalifikálták a perzsalányt! A rohadt életre! A rohadt életre! Diszkvalifikálták! Gyuszi bácsi! Az órám! Jelmen! Szégyedd magad, apukám, nem bízol a nagybátyám. Mit mondtam? Azt mondtam, hogy 10 perc múlva a karodon lesz, és van még 3,5 percem. Szégyeld meg. Gabika, Gabika, 2000, adok 2000-et. De Lavi. 2002. 2005. 3000 és szombati. Köszönöm, Gabikám, csókolom a kezed rohadtjában, kiszakadt. Apukám, parancsolj, mit mondtam, hogy 10 perc múlva hol lesz a karodon? Ide figyelj, a Tordai Gyula ígér neked valamit, az szerv. Megértetted? Tordai Gyula ígér valamit, az? Szent. Így van, te is ilyen legyél, te is Tordai vagy. Apukám, az embereket be lehet csapni. Egyszer, érted? Egyetlen egyszer, többet soha. Legfeljebb 2-szer, 3-szor. Gyuszi bácsi, hol fogunk aludni? Hogy fogunk aludni? Hát bocsánatot kérek, oda nézz. Látod azt a nagy sárgát? Az a ma. Kezdődik a piac. Megtanítlak eladni. Gyuszi bácsi. Olyan nincs, hogy nem tudsz eladni. Próbálkozz egyszer-kétszer, százszor, és ha akkor sem megy, akkor azt mondhatod, hogy most nem tudod. Ez egy volt a válfa megold, ezt már a bölcsek is tudták régen. A szíjelet, ha elhanyagolt, a szívajos csak várfát kérjen. Minden abból, ilyen csak nálunk kapható. És ha markolja, a balsorsa is jól megy. Néha rossz, a bolt megáll, de néha mindegy, nem vesz senki. Rózsafa, de se fütöl a vál, ilyenkor jobb lesz arrébb menni. Csapjunk egy kis szarjat, dobálunk minden baj, és a végén még az összes válfát szétkapkodják majd. Meg! Úgy jó az ember, ha válfát tesz, a nagyka várva estére válfát tesz, a srácoknak meg pánkot tesz, és ha minden megvan, boldog. Úgy jó az ember, ha válfát tesz, a legkagyába estére válfát tesz, a srácoknak meg rángos tesz, és ha mindene megvan, boldog lesz. Mert úgy jó az ember, ha válfát tesz, a nagytabádba estére válfát tesz, a srácoknak meg rángos tesz, és ha mindene megvan, boldog lesz. Mert úgy jó az ember, ha válfát tesz, a nagytabádba estére válfát tesz, a srácoknak meg rángos tesz, és ha mindene megvan. Milyen buktáról beszélsz? Lekváros? Miért mondja ezt nekem, Icukám? Miért mondja ezt? Fél éve tartozik nekem. Mikor nem adtam meg? Mondja meg, tegye a szívére a kezét. Mikor nem adtam meg? Piszok zsidó. Tessék? Piszok zsidó. Ezt meg sem hallottam. Gyuszi bácsi,
te zsidó vagy? Néha, kisapám, néha. Nem kell minden meghallani, mert aki minden meghall, hamar meghal. Jaj, csókolom a kezét, édes. Hát most mi baj van? Hát jó kemény a válfám, örülni fog a férje. Hallgasson, a legutóbb hányat szózott rám? Három. És mind a három szépen! Szépen? Tényleg szépen? Hát az örök szerelem is csak három napig tart. Hagyj, Gyuszi bácsi, mindent meg tudsz magyarázni. Mint a politikusok. Azok is semmihez nem értenek, fogalmuk nincs semmiről, de megmagyarázni azt mi? Sángat. Mi? Jó estét, rendőr eftárs. Jó estét, forgalj. Maga még, nem csuk magátig, nem csukták. Itt a válfa jó erős, kösse föl magát a nős. A nő talán. Ne szítson itt, Kortani, ne szítson. Látod, engem mindenki ismert. Ismerjük mi magát. Mondom, ezt mondom, mindenki. Kevesebb én is akasztottak. Én erre nem lennék ennyire büszke. Na. Oda néz. Mindig mondom, előbb jól nézd meg a nőket hátulról, és ha hátulról rendben van, akkor jöhet előről. Ja, nyomás! Itt a válfa jó erős! Kösse föl magát, ha nős! Válfa! Kabátra, nadrágra, itt a válfa. Úgy jó az ember, ha válfát vesz, a nagy kabátba estére válfát tesz. A srácoknak meg ránkot fisz, és ha mindenre megvan, boldog lesz. Mert úgy jó az ember, ha válfát vesz, a boldogjába estére válfát tesz. A srácoknak meg ránkot fisz, és ha mindenre megvan, boldog lesz. Mert úgy jó az ember, ha válfát vesz, a boldogjába estére válfát tesz. Házottnak meg ránkot visz, és ha mindenre megvan, boldog lesz. De úgy jó az ember, ha válfát tesz, a boldogába estére válfát tesz. A házottnak meg lángost visz, és ha mindenre megvan, még egy válfát, még két válfát, még 20 válfát, még 100 válfát, jó sok válfát, még több válfát, jó sok válfát, még több válfát, 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 még több válfát. Gyere, apukám, megérdemled. Nézd oda! Hú. Itt a piac ellenőr estés. Jaj, de régen láttam, mi baj volt? Ma azt hittem, jó hogy napot vettem. Kívánok! De hál' Istennek ér, jó kérem napot. Az engedélyet. Hát Tordai Gyula vagyok. Az meg ki? Hogy ki? Mondom, Tordai Gyula. Maga. Embere, hát ez nem ismeri Tordai elvtársa. Nem ismeri, tudja ki az? Kérem az engedélyeket. Mondom, Tordai Gyula! Ne bosszantson! Mutatja az engedélyeket, vagy rendőrt? Lehet, hogy az állásával játszik, ura. Az az érzés. Mondom, mire jó az? Nézze meg, itt van ez a gyerek. Süket néma. Itt vannak még négyen, abból egy süket néma, egy szívbajos, kettő tüdőbeteg. Hát mire jó ez? Mondja meg, mire jó ez? Hát miért csinálja ezt? Kérem. Ilyen rendes kis süket, nem süket a törvény, mindenkire mindenütt vonat. Ne csinálja, mert magyarok vagyunk, elvtársa. Mert magyarok vagyunk, hát emberek vagyunk, magyarok. Jó, tegye csak el szépen. Hallatlan! Süketném a gyerek. Ide jönnek ezek Pestről, aztán azt hiszik, hogy mindent szabad. Viszontlátásra. Szervusz, öcsi! Csokolom! Jaj! Megszólalt! Hál' Istenem! Segített a szűr! Viszontlátás! Minden jót kívánok! Na gyere, pucuskám! Mindig hazudni kell!
Ezeknek? Ezeknek mindig. Miből élünk, kutuskám? Most ez nagyon fontos. Szombat. Szombat, ügető, élet-halál kérdés. Van valami jó? Füles. Mindig van. Na, második futa. Igen. Se baj, mókuska, oda-vissza. De, Gyuszi bácsi. Igen. Mi lesz, ha jönnek? Én nem tudok egyedül eladni. Várjál, kicsit később megbeszéljük. Apukám, miért nem tudsz eladni? Hát már mióta tanítok? De én nem tudok, Gyuszi bácsi. Mindegy, találd föl magad, apukám. Még beszélgetek. Kucus bácsival beszélgetek az élet nagy dolgaival, ugye? Válfa! Köszön fel magát! Te válfa! Köszön bácsi! Mi van? Mi történt, apukám? Mi van, apukám? Alkusznak, Gyuszi bácsi! Mind alkusznak! Asszonykáim! Te mondjál a válfát! Engem szedjenek szét, asszonykáim! Ne ő! Hát ne ő! Na! Apukám, hát a nők ilyenek, hát ők alkusznak, meg ilyen a piac. Ezt tanuld meg. Ide figyelj, szavarjál valamit a kisasszonykáknak. Ne, Gyuszi bácsi, színész lesz, Tordai Imre, üljenek le szépen maguk a közönség, ő meg a szavaróművész. Gyorsan, apukám, gyorsan. Kezd el. Adit fog mondani, esküszöm. Nagyon szépen mond Adit. Amit mondtam? Előre megmondtam, hogy Adit fog mondani, mi? Na. Jó van, apukám, ne nézz rám, mintha gyilkos lenne. Ez ős kaján. Szép, nagyon szép. Már jó kezdtem. Ne nevetgéljünk ott lenn se. Tessék. Bíbor palásban jött keletről, a rímek ősi hajnalán. Jött boros kedvel, paripásan, zeneszerszámmal dalosan is. Ez az. Apukám, hát te olyan szépen mondod, komolyan mondom neked, annyi nőd lesz, mint égen a csillag, ha ilyen szépen szavaz. Esküszöm, elviszlek utána Irmához is, fodrásznő. Neked írta föl az orvos, te. Nem egy mai csibe, de annyira ismeri az életet, majd ő bevezet minden. A nők ilyenek. Az egyik így, a másik minden nő magába szép. Az egyik rej, a másik vár, és ha megszerzed, úgy lesz a tiéd. Lehet sötét és nagyszemű, nevethet, mint ringló a fán. Lehet finom, fehér kalács, de édes mindezt, jegyezd meg, kisapám. Tanuld meg azt, amitől szép lehet, és csald elő a mosolyát. Beszélsz, ha végre látod, megindul. Akkor megszerezted, akkor mindig a tiéd lesz. Ez így megy, apukám. Hát nem nagy tudomány. Tanuld meg, kisapám. A nőt titok és szenvedély, és a kedve mindig más. Nem is tudom, mitől ilyen, mert néha jégcsap, de néha áradás. Találd meg azt, amitől szép lehet, és csald elő a mosolyát. Beszélsz, ha végre látod, elpirul, akkor megszeretem. Akkor mindig a tiéd lesz. Ez így megy, apukám. Hát nem nagy tudomány. Tanuld meg, kisapám. Ha megtevettem,
fontos, ez a fontos. Neked addig szabad foglalkozni. Ugye mondtam már az előbb, hogy az élet halál. Mondtam neked, második futam, se baj, mókuska oda-vissza. Persze, úgy, mint a perzsalár, de még mindig fut. Hagyjad meg. Az Irmán érinket? Elviszlek a Irmához. Elviszlek. Mondtam az előbb, hogy elviszlek Irmához, fodrászként, tapasztalt. Most mondom még őket. Ide figyelj, de meg kell beszélnem előbb vele a fontos dolgot. Perzsa lány, akit ajánlottál, az még mindig fut. Na mondjál egy igazi tippet. Hát képzeld el, hogy meg kell adnod Simulának a pénzt, hogy visszaadja a gyerek dobszáját. Amellett teljesen le vagyok én. Na jó. Most ad egyszer. 8. futam, 3-as befutunk. Ne siess, lassan mondd, mert föl akarom fogni. Sóhaj, szobaasszony, fárasz. 2-9-11. Sóhaj? Hát sóhajnak 3 lába van. Szombatra kinő neki a negyed. Ideális. És ezt kitől kaptad ezt a tippet? Kádár elvtárs sofőrjét? Becsület szabadra? Beleveszlek. 10%. 15. De erről senki nem. Zabálypénz. Senki nem. Nem képzeled. Hát persze, hogy nem szólok senki. Szevasz. Na most. Megyünk Irmához. Megjött már a Válfár Zsuszi. Jár neki egy cviki puszi! Na, Zsuszi bácsi, minek kell kiabálni, ha nincs itt senki? Azért, hogy legyen a bukám, hogy legyen. Megjött már a vár! Gyula! Te alja szemét, viszont csavargó! Írvam, alugvá, aligat két kilót váltottam! Hol a keresztanyád térdekalácsába volt már idáig? Nálad, Didikén, mindig nálad, ahol lettem volna. Apukám! Miért nézel ilyen bambán? Hát ő az az Irma néni, akiről annyit, de annyit mesélte. Na. Tudod, aki majdnem feleségül akart venni engem. Hát ezért még most is ért el az udvarláshoz, Gyuszikám. Hát értek, Isten. Valamihez nekem is kell érteni. De hát azt ígérted, hogy veszel nekem 2 gyűrűt Pesten. Igen, de nem kaptam. Abban az időben. De hát üzentem neked, hogy gyere nyugodtan, várlak, szeretlek. De hát nem jöttem. Hát jöttem, csak ugyanakkor jött a háború. Voltam Voronyezs, Sztálingrád, Buchenwald. Világot láttam, Didikén. És? Ő a fiad? Hát majdnem. A Dezső fia, unokaöcsém. Helyes srác, mi? Szép. Mi? Szép. Tényleg? Nem akarom, hogy jöjjön a gyerek. Zárás után nem tudnád őt kicsit bevezetni az életbe a magad módját? Na, Gyula! Ide jössz 20 év után, és most is az unokaöcséddel jössz. Mit mondjak neked? Mondd azt nekem, hogy... Hogy? Didike. De nem így szoktad, tudod? Úgy, ahogy szoktad. Didike. Gyere, megmutatom a gardrób szekrényemet. Oh, Didike. Apukám, Didike. Ülj le oda Évikéhez, majd esetleg megborotvál, vagy valamit csinálhatok. Addig én megnézem Irma néni garnitúráját. Nem, borotválás.
közlekedő személyvonat előreláthatólag 20 percet késik. A késésért szíves elnézésüket kérjük. Akkor is hazamegyek! Jó napot kívánok! Tessék mondani, szabad ez a hely? Jaj, de kedves! Mondja, uram, nem ismeri véletlenül Tordai Gyulát? Válfa üdlök, de az országban az első. Nem ismeri? Haza akarok menni. Nem is sehova! Irókölcsém vagy, én meg a nagybátyád. Én hoztalak, én felelek, érted, én viszlek haza. Csak ígérgetni tudsz, de semmit nem tartasz be! Ezt most miért mondtad? Hát miért voltunk piacon? Majdnem sikerült eladnod egy fél válfát. Aztán ott voltak a nők, azokat mind kihagytad. Plusz még ott volt az Évike is. Helyes lány az Évike. Görbe a lábok. Apukám, te a lábakkal foglalkozol ilyenkor. Na figyelj! Figyelj! Bocsánatot kérek. Hallod? Nézd rá! Nézd rá! Ha egyszer bocsánatot kértem, azt fogadd el. Elviszlek egy olyan étterembe, ahol a világ legjobb krémesét csinálják, és a vacsora után 10 krémest megehetsz egy. Ha? Jó, várj, hát holnap este péntek. Elviszlek az ösztánc, a kultúrba ösztánc lesz. Rokizunk, szambázunk, minden a világ, csajozunk. Én nem tudok táncolni. Majd elviszlek a Dajs bácsihoz, 5 perc alatt megtanít. Ilyenkor? Persze, rumba, mind. Ha én kérem, akkor non-stop, apukás. Akkor non-stop. Na gyere! Azért előtte megvacsoráztunk. Jaj, Nusika! Kell egy kis Nusika, jó étvágyat, Nusika! Látod? Nusika, milyen szép a szád, olyan a szád, mint a rózsa. Látod, ilyeneket kell mondani a nőknek, mert attól elalélnak. Szép a szája, szép a szeme. Nusikám! Bemutatom az unokaöcsémet, színész lesz. Nusikám, majd csak... Hol hagytad a boldog? Hát majd csak bejön. Na. Nusi. Próbál csak mondani neki. Nusi. Szép a szája. Jó, szép vágyat. A szája. Mi van, Boldi? Hogy megy a turgenyem? Megyek-e? Gyula, mondd meg az unokaöcsédnek, hogy ne nézzen úgy a feleségemre. Hogy néztél, apukám? Idefélje, Boldi, ha valaki kolbászt hord a szatyrába, az ne csodálkozzon, ha futnak utána a kutyák. Most nem figyelj, tudod, mit csinálok én a kutyákkal? Mit csinál? Tudod te azt? Na, mit csinál? Jaj, te! Icuka! Icukám, rendelnék! Ó, még ezzel nem is láttam, ez hanyadik is? Ez a harmadik buszival. Hajrá, magyarok! Hatik meg se álljatok! Én megállnék, ha a férjem ott nem vigyáz. Kávé, krémes? Először vacsorázunk, és utána egy nagyon komoly krémes adag. 9+1. Ő 9-et meg fog enni, apukám, ne is vitatkozz. Azért hoztalak, hogy krémes kajóját. Én meg egyet. Sosem mulatunk? Péruskám. Tudja a kedvenc dalom. Ismered? Édesanyám, nem ismered? Na akkor előről. Édesanyám, kedvesanyám, csak az a kérésem. Túrós csuszát, csináltasson nékem. Futball csukán sem, jó sok szoplit rám. Így illik, illik. A focista! Apukám! Tudod ki ez? Ha nem tudod, kérlek szépen, ez a Balogh 2. Magyar válogatott futballista. Csak egyszer! A ruszki kell! Apukám,
Ha eltalálod a labdát a gólvonalon, akkor ma te vagy a bozsik. De nem talál. Az most már mindegy. Ide figyelj. Ide figyelj. Ki vagy te? Hát ez már nem tudja. Ez kész. Ez koki. Kokikám. Na jó. Magyar-szovjet válogatott meccs, te leszel a tancsbíró. Apukám, te leszel a kapus, a Jasin, a ruszki kapus. Állj be. Apukám, vedd le a szemüveg, láttam már szemüvegbe védeni? Ez a ruszki kapu, úgy tedd zsebre. Én leszek a balok kettő. Figyelj, ha nem jól csinálom, akkor javítják ki. Ívelődik felém a labda, kiadom a jobb szélsőnek. Bejön, merre veszel? Elhúzok a bal oldalon. Csinálok egy húzós cselt, a kapus elfekszik abba a sarokba. Feküdj már el! Elfekszik? Én meg besóhajtom, becsókolom, bepuszilom a bal alsó sarokba, és... Gól! Kokikám! Megvertük a ruszkikot! De szép volt! Himnusz meg minden! Bal sorsa mind végen tét. Gyula! Azt mondta Gyula? Te vagy az! Apukám, hallottad ezt? Megismert. Ebben az állapotában is megismert. Egy válogatott focista, kokikám. Gyula! Legyen úgy. Hallottad, Béla? Azt akarja, hogy énekeljük el a legyen úgy. Kérlek, ezt ne! Miért? Ezt nem lehet, ez egy betiltott dal. Na de hát magunk közt vagyunk, nem? De te nincs meg a kotta. Akkor jászd fejből. Innen. Erről van szó. Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetnek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sütét, csak egy árnyék lépett közé, de mögöttem. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejtett, igen. Minden percét szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Még az arcod láthatom én, még a kezed nyújtott felé. Ez a hosszú ősz, még az enyém. Legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk. Soha már, ahogy akkor együtt voltunk. Hát legyen úgy, ha máshogy nem legyen úgy. Ugye tudta, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez a tőz. Ugye nem veszítem meg, nem érjem, és holnap visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közé, de mögöttem már látjuk a fény. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet. Úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor reméltem. Majd lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet. Úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor reméltem. Lesz őszletél, szenvedély, és a rosszat elfelejt. És szavaztjár megtalál, hogy annyi forra érted, lesz őszintén,
csúcson hagyod abba! Már megint maga? Ne remegjen, nem lesz semmi baj, cukám. Ne remegjen, és főleg ne szüljön meg. Mi van rendőrtárs? Soha legyen. Legyek. Lenne szíves velem fáradni egy kicsit. Apukám, hol vagy? Rögtön jövök. Addig beszélgessetek szabadon választott dolgokról a kokival. Én meg elbeszélgetek odakinn a belügyi elvtársal. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Köszönöm szépen. Csiklandós vagyok, ennél azért nagyobbat ütett. Figyeld a dajpárt, jaj, édes fiam, hát, ha megkérhetnélek, nem járnál inkább a saját lábadon? Bocsánat, de a Dolcs bácsi lába az az utamban van, állandóan is nem... Mi van az én lábammal? Nincs ennek semmi baj, bár minden úgy működne. Mi az a kérdében? Ne szóljon rá, sacikán! Hát ne haragudjon, illem és tánctanár! Tánc és illemtanár! Egy pillanat! Tudtad, hogy én akadémiát végeztem? Hogy ne méghozzá a zeneakadémiát! Én tudtam, hogy maga, sacikán, az ország legnagyobb paganinája! Jaj, édes ilyen könnyedé! Hát mi vagy te, elefán? Hallgasson, nagybácsi, apukám, ne kelljen mindig rád szólni. Te, Gyula, igen? Te még mindig teszed a szépet? Ugyan már, sacika, kinek tenné? Hát nézzen rám. Jaj, Gyula, sose javulsz meg. Majd a sírba, sacikám, majd a sírba. Késő lesz. Na jó, én pihenek egy kicsit. De te folytasd. Folytasd, apukám, gyakorolj, egy két pár, egy két pár. Próbáld felidézni a Dajs bácsi bosszát. Nem mint egy anyamalac. Nem egy Fred Astaire. Nem egy Fred Astaire. Nézze, nagyon sokan kezdték megalulni. És a legtöbben ott is végezték. Az igaz. Ura, mikor voltál utoljára templom? Templomban? Na most. Olyan két hete. Te? Két hete? Nagy hibát követted, Ura. Én mondom neked, nagyon nagy hibát. Szegény anyád, ha látna. Egy-két hát. De Gyula, azt most már tudod, hogy minden óra egy 20-as? Nem! Nagy bácsi, éjszaka. Éjszaka 50-es. Éjszakai pótlék. Oj! Ne szord azt a pénzt, Gyula! Na nyomás. Apukám, mintha élnél. Na gyere, fiam, gyere! Mi van? Na most akkor én vagyok a fiú, vagy én vagyok a lány? Jaj, ne ezzel magaddal foglalkozz folyton! Add át magad a zenének, a társadalmat, a Dajs bácsinak! Szegény, azt se tudja, hogy fiú vagy lány! Legyél te a fiú! Finoman, finom! Na jó, apukám, semmi érzéket! Jó ez, fog semmi érzéket! Majd ülj le! És ülj már le! És figyelj! Az jó. Dajs bácsi, maga lesz a nő. Szabad? Apukám! Mélyen a szemébe nézek, kivárom a legmegfelelőbb pillanatot, és már röpülünk is a Dajs bácsival. Erről van szó. Nem keringél, tangó! Ez az apukám! Kapd el a Dajs nénit egy fordulót! Sára!
bácsi! Minek jöttünk a templomba? Kettőt kérdezem. Egy kettőt találsz. Hát imádkozni. De hát... Te nem zsidó vagy? És egy az Istennek. Tényleg? Egy? Na nem, majd kettő. Érzed, milyen káosz lenne a földön. Egy csomó Isten lenne. Oda rossz. Gyere! Samukám! Ülj le ide! Még a gyerekkel van egy kis megbeszélni. Ott, ott! Hallgat, ugyan! Még ne hallgass! Ülj le! Rögtön jönök, ülj le! Még a gyerekkel meg kell adni. Ott a Lusika! Erik! Térdelj mellé, örülni fog! Esküszöm, hogy örülni fog! Samukám, komoly beszédem van veled. Ez most volt biztos tipp. Nagyon komoly tipp. Pucus hozta, de nem akárkitől. Mondom a tippet. Szombat ügető. 8. futam. 2.9.11. Sóhaj. Szobasszony fárosz. Te Gyulas, hát a Sóhaj már 2 éve egy futamot nem nyert meg. Azért fog most megnyerni. Ez halálbiztos. Beleveszlek. Beleveszlek. De féld az Isten, nehogy más róla tegyél. Nehogy úgyis tartozom neked. Futam után elszámolunk és kitek leszünk, jó? Na rendben van. Figyelj! Az unokaöcsém. El akarom vinni. El akarom holnap vinni ösztáncra. A buliba. Nem tudnál egy jó kis öltönyt neki a segélycsomagból? Segélycsomagból? Aha. Rendben. Te visszahozod? Hát persze, hogy visszahozom. El tudod róla képzelni, hogy nem hozom vissza? Még nem tudom, hogy mi történik velem, hogy van ez, most nekem mit is kell. Félek kicsit, igen, hogy ez most igaz, de nem mondtak el nekem valami fontosat. Itt rajtam ez a kezem, és most megsíj magam. Oh,
Ezt hiszem, értem, megértem. Menjetek szépen, minden el van intézve, bízd magad a Nusikára. Legjobb, ha ilyenkor rábízzuk magunkat a nőkre, meg a természet. A Boldi már alszik. Legalábbis aludni fog. Nyugi, nyugi, alszik a Boldi! Évike, velem rázzon, a bugyija meg ne házzon! Te Gyula, nem láttad a Nusit? Táncol, biztos ő is táncol! És az unokaöcséd, ő hol van? Az is táncol, gyere, gyere, táncolj te is! Gyula, boldogjál már föl! Kérlek szépen, ne csináld ezt velem, tudod, hogy nekem csak ő van, a Nusi. Csak a Nusi van? Hát hol van már Boldikám a magántulajdon? Hát milyen kommunista vagy te? Menj a paphoz. Tudod, templom kertben van a papla, nála van a ruhám, meg a pénz. Nagyon figyelj, a bal belső zsebben van az összes pénz, amit kerestünk. Ügyes voltál. De Gyuszi bácsi, én nem hagylak itt. Apukám. 6 órakor kint vagy a vasúton. 6 óra 10-kor indul a sebes vonat Pestre. Délutánra érsz fel. 3 órakor ott vagy. Körülnézel, megnézed, hogy hol van a 3-as befutó pénztár. És a 8. futam előtt oda mégy. És az összes pénzt a legnagyobb lelki nyugalommal fölteheted. Csak annyit kell mondanod a kasszás nőnek, hogy majd meghaltam, majd elemültem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled?
csak ülsz, fáradtnak tűnsz, tova tűnsz égi életek, nélkülük én hová legyek. Nagy utazás, a vonatunk újraindul, nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz, induljunk el. Ismersz valami imád? Nem? Akkor mondd utána. Baruch Adonai. Baruch Adonai. Elohim. Látod?
Ha egyszer a nagybátyád megígér valamit, apukám, igaz? Azt mondtam, hogy kiérünk. A hetedikig ki kell érni, mert a nyolcadikon játszunk, érted? A nyolcadikon nyerünk. A nyolcadik a miénk, minden a miénk. Nyuszi bácsi. Ez biztos, ez biztos, ez olyan biztos, tudod, mondtam neked, mint a halál. Jaj, jaj, figyelj. Így cukor. Gyula! Mi a helyzet? Csak nincs valami baj. Mi baj lenne, így cukor? Ne izguljon át a szépségén. Azért hozhatna egy kis vizet. Már is hozok. Futok, szaladok. Apukám, oda megy a kasszához. Az összes pénzért. Várjál. Többit már odaadtam. Az összes pénzért. 2911. De Gyuszi bácsi, én ezt nem tudom. Meg akarsz rölni, apukám? Mit fogsz mondani? Háros befutó. 2911. Erről van szó. Na, nyomás. Igyon, igyon, Gyulám, nehogy itt jobban rosszul legyen. Hát maradjon, maradjon. Hát nyugodjon meg már itt, cukám. 200-al még nekem is tartozik. Csak én. Most mindenkinek... Mindenkinek mindent megadok. Érti? Mindenkinek mindent. Én esküszöm, hogy megölöm, de téged is, Dezső! Rózsi! Gyula, na végre! Hol a gyerek? Itt van. Rögtön itt lesz. Van egy kis elintézni való. Megyek, megkeresem. Hogy nem sül ki a szemed, hogy képes voltál megint erre is! Rózsikám, ez most más. Gyula! Ez most nagyon más. Gyula, mi van veled? Ja. Gyula, nézd le! Rózsika, gyere ő ide! Rózsikám! Rózsikám, klassz srác a fiatok, igazi férfi. Gyula, ne csináld ezt, mi van veled? Mi van veled, Gyula? De szép a szád, Rózsikám, mint a rózsa, mint a rózsa. Segítség! Orvost! Orvost! Apa, apa, mondd azt, hogy nyomorikkal vagy! Vigyázzon, elnézést, nyomorikkal van! Háros befutó, 2911! 2911! Köszönöm! Gyuszi bácsi! Sikerül! Sikerül! Figyelem, figyelem, fogadok a helyükben, starthoz, indul a 8. utam. Figyelem! Mindannyi kell.
csak egyre lassabb és hosszabb, megúszunk ennyivel. És akkor visszatér a gyermekon belül, s az ő szemébe nézünk szét magunk körül. Csak bámulunk, hogy mennyi álom elveszett, mert minden elszívárom a kezünk között. Mert ha születél jó az élet tényleg kell, de persze többre vágyunk, mint amennyi kell. És néha vesztünk, vagy győztünk, de mi se hiszünk el. És néha győztünk, vagy vesztünk, de mi se hiszünk el. És néha nincs már csak annyi, hogy jó meséljük el. Mit tanultál? Megadom a gondolat. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet. Úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Lesz őszre tél, szenvedély, és a rosszat elfelejtjük. És tavasznál na 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 na